az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Az elmúlt hetekben két amerikai bank is csődöt jelentett. A globális pénzhatalmi rendszer egyetlen komplex hálózatként létezik, így egy ilyen összeomlás Európát is veszélyeztetheti. De vajon milyen érdekek irányítják a monetáris politikát, és lesz-e újabb válság? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Bogár László közgazdász, aki szerint a nyugatias modernitásban kifosztásra kerülnek a belső természet értékei, mint például az erkölcs, a lélek és a szellem. Itt lesz velünk Szakály István Lóránd, az Alapjogokért Központ vezető közgazdásza, aki szerint nehezen képzelhető el ideológiamentes gazdaságpolitika. Azonban ideológia és ideológia között komoly különbség van. Tudtuk, hogy a pénz beszél, meg hogy nincs szaga, de hogy a felforgató társadalmi ideológia rabszolgájává válik, az minden képzeletet felülmúl. Ezt már Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója vallja. És velünk lesz még Polczer István közgazdász is, aki szerint a woke ideológia a gazdaság lelkét akarja. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. István, te azt mondtad a bevezető szövegben, hogy a woke ideológia a gazdaság lelkét akarja. Most ez egy nagyon jó kérdés, ezek a metaforák mindig elgondolkodtatnak. Mindenkihez szól a kérdésem, de kezdjük Istvánnal. Szerinted mi a gazdaság lelke, vagy van-e egyáltalán a gazdaságnak lelke? Úgy gondolom, hogy ahogy a demokráciának is van lelke, van egy alapvető értékrend, amire egy adott demokrácia egy adott korban, egy adott helyen épül, ugyanígy a gazdaság is épül egy adott értékrendre. Ez az értékrend nem okvetlenül ugyanaz, tehát hogyha most a kapitalizmusról beszélünk, ugye kapitalista gazdaság számtalan van a Földön, ugye Amerika a klasszikus kapitalizmus hazája, de teljesen más az amerikai kapitalizmus, a mexikói kapitalizmus, a magyar kapitalizmus, a svéd, sokat emlegetett mostában svéd kapitalizmus, és mindegyik mögött azért ott van nagyon erősen egy társadalom, ott van nagyon erősen egy értékrend. Én erre utaltam, hogy a woke ideológia az nagyon erősen egy értékrendet is közvetít, és ez az értékrend ez nem áll meg a politikai keretek között, nem áll meg a kultúrában, hanem ez mindenképpen óhatatlan, akár a belső törvényéből fakadóan a gazdaságot is valamilyen módon újra akarja definiálni, vagy át akarja formálni a saját képére. László, van a gazdaságnak lelke? Hogyne volna, sőt, én valahogy úgy látom, ezt ugye pont 50 évvel ezelőtt vettem át a diplomámat a Tolbuhin körútról nyíló Dimitrov téli Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, mindháromnak különös, hozzáolvastam egy kicsit azóta, tehát némileg módosult az álláspontom, és valahogy úgy látom azt a valamit, amit gazdaságnak szoktunk nevezni, hogy minden emberi közösséget alapvetően a lelki, erkölcsi és szellemi energiák alapoznak meg. Minden erre épül, minden nemzet támasza és tavköve a tiszta erkölcs, mondja a költő. Tehát lelki, erkölcsi, szellemi talapzatra épül minden emberi közösség, minden cselekedete. A második szinten még mindig nem a gazdaság jön, hanem az a valami, amit a demográfia és a népesedés és egészség testesít meg, hogy formálod meg a saját fizikai testedet az adott emberi. Tehát ott van a lelki test, idézőjelbetével, lelki, erkölcsi, szellemi talapzat, hogy erre hogy épül rá a fizikai tested, vagyis hogy világra hozod-e, és testileg egészségben felneveled-e a következő nemzedéket, mert ha ezt nem teszed, pontosabban, ha ezt sem teszed, akkor minden további kérdés okafogyottá válik. Ezt a két réteget, létréteget talán úgy is lehetne szemléltetni, hogy épp testben, épp lélek. Tehát erről szól a történet, és az a valami, amit gazdaságnak szoktunk látni, ami nyilván az anyagi szükségleteink kielégítése, megszervezésének világa, az csak erre épülhet rá. Tehát ha ez épp, a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat épp, ez éppen és egészségesen formálja meg a fizikai testét, hiszen abból lesz a munkaerő, hogy közgazdászul fogalmazzak. A második szinten, na akkor a gazdaság is tud egészségesen működni. Most csak annyit bocsátanék előre, hogy az a valami, amit ma
a nyugatias modernitás globális kapitalizmusának látunk, az szerintem nem így működik. Tehát a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatát megvizsgálva, ott egy meglehetősen gátlástalan magatartás érvényesül, amelynek az a következménye, hogy valójában folyamatosan feléli a külső természet erőforrásait, gátlástalanul pusztítja és elmocskolja a földet, vizet, levegőt, és valójában ugyanígy elmocskolja a belső természetét is az embernek, a lelki, erkölcsi, szellemi belső természetet. Tehát ez egy létfelélő, és addig fog működni globálisan, amíg mindig talál magának így kiaknázható erőforrásokat, és hát az elmúlt 500 évben egyelőre folyamatosan talál, tehát még nagyon sokáig élhet, de ettől még zsákutca az én értelmezésemben legalábbis. Imre, nagyokat bólogattam. Hát igen, csak árnyalni tudom, mert abszolút egyetértek, és végsősorban a gazdaság lelke, ugye, egy ilyen nagyon filozofikus indítással kezdtünk, hogy talán az adhatja a gazdaság lelkét egy másik nézőpontban, mindenki most szüli ezt a választ, ugye, hogy az emberek egyedül is és közösen is tesznek, cselekednek, meghozzák a maguk áldozatát az életükben, és hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy meglegyenek az alapok, mit kell tenni mondjuk a biztonság, a lakás, az étel, az, mit kell tenni ahhoz, hogy egyre magasabb szintre kerüljenek ebben a Maslow piramisban, hogy végül is egy emberi életet éljenek, hogy barátaik legyenek, hogy egészségesek maradjanak, hogy sikerélményeik legyenek otthon, sikerélményeik legyenek szellemileg, lelkileg egyaránt, hogy mit kell ezért tenni. És ez a nagy kérdés mostanában, hogy mindaz, amit teszünk, az mire lesz elég. És ma úgy tűnik, hogy a lelkét, ugye, mert ez egy jó kiinduló pont volt, hogy a woke ideológia a gazdaság lelkét akarja, hogy végső soron már odáig megy, hogy minden apró lépést egy mesterségesen felejtett ideológia mentén ki akarnak kényszeríteni. Tehát van egyfajta világelképzelés, és mindenkit be akarnak abba a húsdarálóba rakni, és elő megvan, hogy mekkora luk van elől, és azon ki akarják tolni ezt az egész rendszert. És látható hasonlat, csak hozzáted. ez a lyuk különösen, ahogy jön ki. Igen, és hogy mi jön ki azon a lukon, és ugye az nem szeret úgy végezni, tehát jobb lenne a húsdaráló előtt megállni, és ezért van egyfajta küzdelem, hogy vajon tényleg befolyás alatt tudjuk-e tartani, nyilván nem, de hogy mi az a szabad mozgástér, mert ma is ezt keressük, gondolom, hogy a saját életünket, a gyermekeink életét, az unokáink életét tartsuk meg egy viszonylagos szabadságot nekik, hogy legalább néhány dolog közül választhassanak, legyen választási lehetőségük, legyen egyfajta erkölcsi alapjuk, amin keresztül az igazságot keresik. Mert én is ugye úgy ülök itt egy ilyen műsoron, ami most ugye arról fog szólni, amiről, hogy amikor én értékrendet próbálok erősíteni egy kulturális reorganizációs projekt a Férfiak Klubja keretén belül, akkor nem csak értékrendet kell ismét helyreállítani, hanem egyfajta látásmódot is kell adni az embereknek, mert azok az emberek, akik a családjaikban dönteni akarnak, azoknak kell keresni valami igazságot, nem fogyaszthatnak konzerv igazságokat, hanem valamit meg kell szülnünk magunk, hogy hol tartunk, mi ez az egész. Laurent? Hát szerencsés ebben a helyzetben, hogy utolsónak szólalok meg. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de én ezt onnan közelíteném meg, hogy van-e, beszélhetünk-e önálló gazdasági rendszerről, vagy a gazdaság az a társadalom, ez egyik alrendszere. És én ez utóbbi mellett teszem le a voksomat, és ebből következik, hogy szerintem nem a gazdaságnak, hanem a társadalomnak, a mindenkori társadalomnak van lelke, és a gazdaság az pedig egy eszköz, amin keresztül a társadalom a saját maga számára felállított célokat elérheti. Természetesen a társadalom lelkét, a társadalom lelke az mindig valahol erkölcsi alapokon, értékrendi alapokon nyugszik, és ez a történelem folyamán is mindig változott, és én azt gondolom, hogy addig ameddig ezek az értékalapok, ezek az erkölcsi alapok a
a közjót, a társadalom fejlődését, az emberek többségének az igényeit célozzák, addig rendben vagyunk, és addig, ameddig így áll a helyzet, addig a gazdaságnak tulajdonképpen ezeknek a céloknak az elérését kell szolgálnia. Akkor van probléma, amikor ezek az erkölcsi alapok, ezek az értékalapok, ezek megkérdőjeleződnek, illetve olyan partikuláris csoportoknak az érdekei kerülnek előtérbe, amelyekről nem mondhatjuk azt, hogy a társadalomnak, a társadalom többségének az érdekeit szolgálja. Tehát ilyen szempontból a kérdésfeltevéssel egyetértek, egy nagyon nehéz időszakban élünk, amikor ezek az erkölcsi fundamentumok, ezek kérdőjeleződnek meg, és hát innen következik, hogy a gazdaságot azt nagyon könnyen negatív célok, vagy nem a többség céljainak az elérése érdekében is fel lehet használni. Most ez azért érdekes, amit mondtál, mert ugye tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója a Silicon Valley Banknak a bukása, illetve hát az a viszonylag, hála Istennek, szűk körben lezajló bankcsőd sorozat, ami volt, mert itt például azok a partikuláris érdekek a Silicon Valley-vel kapcsolatban rendszeresen megjelentek. Tehát ott kifejezetten a vókkal hozták kapcsolatba. De úgy tűnik, hogy a társadalmaknak mégiscsak, vagy a politikának ebben az ügyben volt egyfajta egészséges védekező mechanizmusa, mert nem fordult elő ugyanaz, mint ami 2008-ban előfordult. Van egy 3000 éves fordulat, nyelvi fordulat, ami úgy hangzik, már római jog is ismerte, sőt azt hiszem a magyar polgári jogban is használják, ez úgy hangzik, hogy a jó gazda gondosságával. És azt hiszem... A Fed most akkor helyesen járt el, a Fed és az Egyesült Államok kormány. Azt hiszem, hogy minden, ami a gazdaságban történik, mert ugyan abban teljesen igazad van, hogy persze nagyon sok minden változott mondjuk az elmúlt 3000 évben, de én azt hiszem, ez nem változhat. Tehát mármint az, hogy a jó gazda gondosságával kellene a ránk bízott világgal, a teremtő által ránk bízott világgal, javaival gazdálkodni. Beleértve ezekbe a javakba a lelki, erkölcsi, szellemi javakat, a saját fizikai testünk megformálásának, hiszen azért nem mindegy, itt beszélgetünk arról, hogy a magyar férfiak születéskor várható élettartama a legrosszabbak között van Európában, 70,7 év, még a 71-et sem éri el, és emögött hihetetlen pusztítás is meghúzódik, csak hogy érzékeljük, de visszatérve a kérdésedre, és tényleg néhány mondat erejéig ezzel is, ez a jéghegy csúcsa nyilván, tehát a bankválság, tehát amikor ezek a pénzügyi fenyegetések megjelennek, azért alatta ott van az a talapzat, amiről tulajdonképpen viszonylagos egyetértésben az első körben mindnyájan szóltunk. Tehát amikor ezek a fenyegető folyamatok, mint például ez a bankcsőd megjelenik, akkor ez tehát a jéghegy csúcsa, és hát le kellene szállnunk azokba a mély rétegekbe. Itt elhangzott, igen, hogy ez a bank például mondjuk azért bukott meg, mert valami egészen szélsőséges és degenerált politikai és ideológiai céloknak rendelte alá még a legelemibb pénzügy technikai prudenciális, ahogy szokták mondani, tehát a legelemibb biztonsági igényeket, amit mondjuk egy pénzügyi intézménnyel kapcsolatban fenntartanak, és ez egy szimptóma, tehát ez azt jelzi, hogy rendkívül rossz állapotban van lelki, erkölcsi, szellemi szempontból az egész globális rendszer, azon belül pedig az az Amerikai Egyesült Államok, ami tulajdonképpen végül is világbirodalomként működik, teljesen független attól, hogy nem egészen politikai a korrekt ezt használni, de végül is még a mainstream is használja ezt, hogy the American Empire, tehát hogy igenis valójában világbirodalomként működik, és egy világbirodalomnak felelőssége van. Beszélgettünk itt mondjuk a Bretton Woods-i rendszerről, mert végül is 1944-ben Bretton Woods-ban avatják be az Amerikát a világbirodalmi létbe. Tehát onnantól számíthatjuk az amerikai birodalom uralkodását, hiszen teljesen egyértelművé válik, hogy a dollár világhatalom pénzként működik. 27 éven keresztül ez egy viszonylag becsületes rendszer, tehát etikailag kifogástalan a rendszer, mert 27 éven keresztül azt az alapvető szerkezeti elemét ennek a globális pénzhatalmi rendszernek, hogy Amerika
Amerika nem változtat azon, hogy a dollár aranyhoz van kötve, és a világ minden jegybankja arra építheti a biztonságát, hogy bármennyi dollárja van, az bármelyik pillanatban ezen a rögzített árfolyamon mindig átválthatja aranyra, ami hát nyilván mondjuk biztonságosabb. De most ettől már fényévekre vagyunk. 71-ben ezt felfüggesztették, ezzel gyakorlatilag a világbirodalom azt üzente, az amerikai birodalom azt üzente a világnak, hogy most nagyon durván szóval, hogy teszek rád. Ezt egyébként az akkori amerikai treasury miniszter, illetve hát államtitkárnak hívják, de az lényegében a pénzügyminiszter, Connelly. Egyébként ez csak érdekességként, nem tudom, tudjátok, ez az a Connelly, aki majdnem meghalt Kennedy mellett, tehát texasi kormányzó volt 63-ban a merényletben, ott ült Kennedy mellett, őt is két lövés érte, de akkor már treasury miniszter volt 71-ben, és cinikusan azt mondta az európai partnereknek, hogy a dollár a mi pénzünk, de az önök problémája. It's our money, but your problem. Tehát ebben nem benne is cinikus, volt. Csak jelezte az erőt. És ez azóta is így. Magyar, és sőt, hát nem így van sajnos, hanem ezen a lejtőn megyünk lefelé. Tehát olyan végzetes felelőtlenség, gátlástalanság és cinizmus árad azóta, tehát 71 óta, és azért ennek 52 éve, tehát 52 éve a globális pénzhatalmi rendszer egészéből olyan végtelen cinikus és cinizmus és gátlástalanság árad, ami nem túlságosan jó ajánlólevél az előttünk álló módfelett kalandosnak ígérkező évekre. Itt ugye a bankrendszerbe vetett bizalomnak alapja lenne az, hogy a jó gazda gondosságával járjanak el. És ehhez képest ugye a világvezető, ugye a világ pénzt is piacra dobó USA-ból most az egész kvantitatív easingről, meg azt, hogy a valaha is, vagyis a Fed kezdete óta ugye kinyomtatott dollárnak a 40%-át azt 2020-ba ejtették így a világ nyakába, meg hogy mekkora lufi van. Ezen túlmenően is, nem olyan régen volt a 2008-as válság. Erőforrás igény van. És a 2008, hogy mennyire strukturális probléma van, hogy hogyan, min ülünk, el sem tudjuk képzelni. És hogy van egy ellenőrzési rendszerük, és van a jó gazda gondosságával lennék kény, van egy törvényi oldala, van egy ellenőrzési oldala, és mégis előfordult az, fel is dolgozták, van egy, azt hiszem, hogy a Nagy Dobás című film nagyon részletesen leírja a 2008-as válság kialakulását, de az egy igaz történet, hogy hogyan keletkezett az óriási luk, hogy ugyanazokra az ingatlanokra, amit senki sem használt, már a harmadik hitelt is kiadták, és még adtak hitelt kocsira, meg mindenre, és utána tudták, hogy nem tudja visszafizetni senki, és hogy írták alá azokat a papír tömegeket, úgyhogy soha senki el nem olvasta, hogy egyáltalán van-e fedezet mögötte, vagy nincs, hogyan gyártották ezt, mint egy gyár, és akik erre rájöttek, azok ellene fogadtak, és jól meggazdagodtak, viszont a világnak egy tekintélyes része, beleértve az európaiakat is, nagyon-nagyon-nagyon nagyot veszítettek a 2008-as válságon. És a filmnek a végén, hogy milyen cinizmus, hogy készítenek erről egy filmet, igen, ami igaz, hogy pont úgy működött. És a legvégén, ezt is elmondja a filmben a főszereplő, hogy és senkit nem is zártak be, valakit egy picit megkurcoltak, és minden megy tovább. Most ez olyannyira volt igaz, hogy 2008-9-10-ben ugye megremegett itt a nyugati világ, és 16-ban az akkori, tehát az a rossz állomány tömeg, ami beborította a félvilágot, annak a háromszorosa méretű állomány állt már 16-ba fel ismét. Nem ugyanakkora, hanem 16-ba volt a háromszorosa. Nem lehet tudni, hogy azóta mekkora, és ilyesmi, tehát nem tudjuk, nem lehet azt feltételezni, hogy ez átsiklik a rendszeren, vagy valami szándékosságot, vagy valami kollaborációt, vagy ennyi buta ember nem lehet azokban a magasságban. Tehát olyasfajta probléma van, és itt ugye megint nagyon nagy kérdés, közgazdászként van egy lelkifurdalásom, mert amikor az embereknek akarsz mondani valamit, hogy keressék a saját megoldásaikat, és építsenek stratégiát családilag, akkor annyira nehéz dolgunk van, mert egészen más lenne, hogyha ez a jelenlegi gazdasági válság, beleértve a háborút, beleértve az inflációt, az energiaválságot, beleértve a COVID, mindenféle más dolgot is, ami körülöttünk volt. Ha ez egy természetes gazdasági válság lenne, akkor gazdasági megoldásokat keresnénk, és abban gondolkodnánk.
De hogyha nem természetes, hanem valakik ezt folyamatosan elő tudják idézni, akkor azt a célt kell megkeresnünk, hogy mi ezzel a cél, hogy ők merrefele mennek, mi ehhez képest hogyan tudunk alkalmazkodni. És ez egy óriási dilemma, mert nem tudjuk az igazságot, tehát nem az van, hogy összeesküvés elméleteket gyártunk, vagy hiszünk, vagy valami, hanem itt vagyunk egy olyan világban, ahol mind a két valóság igaz lehet. De még egyszer, közgazdászként is teljesen más stratégia az, hogyha igazi közgazdasági probléma állt elő valamilyen kibillentség miatt, és akkor azt vissza kell billenteni, az egy értető, a közgazdászok neki látnak, és de egészen más az, hogy valakik billentik, olyan döntéseket hoznak, mint az Európai Unió, olyan döntéseket hoznak, mint a Fed, és nagyon jól tudja a Fed, hogy mit fog okozni azzal, hogy kamatot emel, és mégis meghozza, és utána beborul egy csomó dolog, és lehet, hogy így vonják ki azt a rengeteg pénzt, amit ugye betettek, de hogy mikor kivonják azt a rengeteg pénzt, akkor a magánemberek buknak rengeteg egyszerű milliók bukják el a pénzüket, amikor meg odaadják, akkor meg a cégek. Jó, de akkor most én abszolút outsiderként kérdezem, akkor itt most valódi gazdaságpolitika folyik, vagy pedig csirkefogászat? Én azt hiszem, hogy ha most az SVB banknak a helyzetét és azt az utat, hogy miért és hogyan került oda, ahova került, hogy március 10-én talán csődöt jelentett, én úgy látom, hogy ennek egyrészt vannak objektív okai, illetve vannak ideológiai okai is. Az objektív okok közé tartozik, hogy ez egy nagyon speciális portfólióval rendelkező bank volt, ugye a Silicon Valley-nek a bankja, amelyik elsősorban startupokat finanszírozott, és olyan startupokat, amelyek gyakran a kockázati tőke alapok által számukra megítélt összegeket is ebben a bankban tartották, és ez azt okozta, hogy ez egy nagyon egyoldalú portfólió volt. Nagyon érdekes, ugye, hogy az Egyesült Államokban tudomásom szerint a betétbiztosítás felső összege az 250 ezer dollárra rúg, és ezzel szemben ebben a bankban tartott betétek csupán 6%-a volt biztosítva. Tehát azt jelenti, ennek ellenére minden betétet visszafizettek. De ez azért volt, mert a kormányzat a Feddel együtt közbelépett, és azt a döntést hozta, és itt megint a bizalomnak, közpénzt, amerikai közpénzt adtak a banknak annak érdekében, hogy a betéteseket kárpótolják, de természetesen a banknak a részvényesei, tulajdonosai, azok ebből nem kerültek kárpótlásra. Csak azt akarom mondani, hogy banküzemtani szempontból itt volt egy egyensúlytalanság, ez egy kiegyensúlyozatlan portfólió volt. De a Credit Suisse-nél mi volt az egyensúlytalanság, István? Hát a Credit Suisse-szel kapcsolatosan egyik is azért már... Egyik legpatinásabban. De régóta halljuk azt, hogy problémák vannak a Credit Suisse körül, a tulajdonosi hátterében is voltak bizonytalanságok. Ha jól tudom, akkor a csődöt megelőzően az egyik fő tulajdonos az egy szaudi befektetési alap volt. Egy pillanatra csak visszatérve az SVB-re, a ideológiai szempontból pedig az a jelenség, hogy a szakértelem az úri huncutság manapság. Tehát mikor azt halljuk, hogy nem működött kockázatkezelés, illetve a kockázatos, hosszú távú eszközeit a bank nem fedezte, pedig vannak fedezeti megoldások, amivel meg lehet azt akadályozni, hogy a hosszú távon lekötött eszközöket biztosítani lehessen, hogy ez ne okozzon veszteséget a bank számára, de nem működött a kockázatkezelési rendszer, mert valami miatt úgy tűnik, hogy ezt nem tartották fontosnak, pedig minden banki működésnek szerintem ez az alfája és az omegája. Ami pedig biztató egyébként, ha ilyet mondhatunk, hogy ugye te is úgy tetted fel a kérdést az elején, hogy vajon lesz-e ebből világra szóló válság, bankpánik. Úgy tűnik, hogy nem lesz. Tanultak a politikusok?
szerintem valamennyire tanultak, igen, ez a jól felfogott érdek, tehát tanultak abból, ami történt 2008-2009-ben, vagy azt megelőzően is, és az, hogy mind a svájci jegybank a Credit Suisse esetében, mind pedig a Fed a két vagy három amerikai bank esetében nagyon gyorsan lépett, ez azt okozta, hogy talán az a pánik reakció, ami a többi pénzintézetet is elérhette volna, ennek talán reméljük, hogy nem csak ideiglenesen, de sikerült kihúzni a méregfogát. István, ugye te említetted a Vók és a gazdaság lelkének a kapcsolatát. Amiről Loránd beszélt, azok a biztonsági elemek, gazdaságbiztonsági vagy bankbiztonsági elemek, amelyek nem voltak meg, és most semmi irónia nincs abban, amit mondok, lehet, hogy valamiféle fehér, felsőbbrendű, rasszista huncusságnak minősültek ebben a bankban? Azért ezt nem okvetlenül gondolnám, ennek is vannak ilyen objektív, bizonyos szempontból objektív okai is. 2008-as bankválság után sokat szigorítottak Amerikában is a felügyeletek. Aztán ezt később, amikor javult a helyzet, ezt pár évvel lazítottak, és pont ezeknek a középméretű bankok számára lazították a feltételeket, az előírásukat. Úgy tűnt, hogy akkor volt egy konszenzus, tehát a banklobbi, nyilván ők a bankszektor lobbizott ezért, hogy lazítsanak a feltételeken, de akkor a republikánusok voltak hatalmon, Trump, de demokraták is támogatták ezt a lazítást. Most nyilván itt erőviszonyok feszülnek egymásnak. Még annyit, ha említsek meg az előbb elhangzottak kapcsán általánosságban, hogy én látok egy olyan alapvető csapda helyzetet, szerintem valószínűleg ezzel nem fog semmi újat mondani, és ezzel egyetértünk, hogy különösen 2008 után látszódott, hogy a csapdából való kilábalásnak a legjobb eszköze a pénznyomtatás, illetve hitelből történő előre menekülés, hogy így fogalmazzak. Tehát egy hasonlattal, tehát nem az történik, hogy valaki mondjuk tüdőgyulladással ágyba esik, akkor hú, ez súlyos, akkor most maradjon otthon 3 hetet, semmit ne tegyen, szedje a gyógyszereket, és akkor utána majd szép fokozatosan elkezd felépülni, hanem elkezdték telenyomni szteroidokkal, hogy lehetőleg 3 nap után már valahogy próbáljon meg felkelni, hogy ne legyen olyan nagy a válság. Tehát volt egy válság, de ezt a válságot tompítani lehetett pénznyomtatással. Gyakorlatilag azóta nekem úgy tűnik, hogy ez egy általános recepté vált, hogyha probléma van, általában pénznyomtatással előre lehet menekülni. A COVID kapcsán először mesterségesen, most nyilván ott volt egy külső, ha úgy tetszik, bizonyos szempontból objektív probléma, ami nem a gazdaságból jött, de ott is a megoldás az volt, hogy először elzárjuk a gazdaságot, utána pedig újraindítjuk. Az újraindításhoz, illetve magához, hogy az elzárás is valamilyen módon kezelhető legyen, pénzt kellett nyomni a rendszerbe. Most itt van, hogy ez az ukrán háború irtózatosan sok pénzbe kerül, és a nyugat számára is. Tehát a pénznyomtatás az egy ilyen olcsó, könnyen hozzáférhető droggá vált, különösen a nyugat számára, de a nyugat pedig húzza az egész világot ebbe az irányba. Tehát ahogy említetted, hogy az adósság szint az jóval magasabb, mint 2008 idején volt. Viszont egy idő után ez a sok pénz valahol lecsapódik. Lecsapódott ugye a részvénypiacokon, nyilván hogyha több pénz jut az elitnek, ők tipikusan részvények, drágább ingatlanok, és ezeknek ment is fel az ára. Ahogy ezek a pénzek egyre inkább lejutnak az alsóbb rétegekhez is, és tulajdonképpen a globalizáció, aminek szerintem volt egy komoly antiinflációs hatása, hogy a globalizáció során problémák jelentkeznek, akár a COVID miatt, akár a háború miatt, akkor nagyon gyorsan be tud ütni az infláció, mert írtózatosan sok pénz van a rendszerben. Ha ezt az inflációt ki akarnánk szívni, gyorsan fel kellene emelni a kamatokat. De itt jön be, hogy ha felemeljük a kamatokat, akkor meg lehet, hogy recesszióban döntjük a gazdaságot. Tehát az a probléma, amit már 2008-ban is lábon hordott ki a világgazdaság, az itt van velünk, nem gyógyultunk meg még ebből. És azért Amerikában is, hogy most olyan 5% az alapkamat, jóval magasabb az infláció, tehát negatív reálkamat van, Európában is negatív reálkamat van. Tehát itt tulajdonképpen egyszer egy felemás harcot kell folytatni, részben harcolni kell az infláció ellen is, de azért nem olyan túlzottan, nehogy véletlenül a gazdaság bedőljön. Tehát itt most megint jött ugye ez a banki probléma, bankcsőd. Itt is a megoldás ugye az, hogy mentsük meg a bankot, de hogyan tudjuk a bankot megmenteni? Pénzzel. Tehát a pénznyomtatás az egy nagyon nagy csábító, nagyon könnyen hozzáférhető, könnyű drog, amihez nagyon sokat nyúlunk, de egy idő után, hogyha az illető nem, hogyha folyton lábordja ki a betegséget, ennek nagyon súlyos következménye lehetnek a jövőben. Azért érdemes lenne csak egy pillanat elég visszatérni Akerlof híres, és ki a másik, most hirtelen nem jut eszembe, az a két Nobel-díjas amerikai közgazdászról, Schiller, igen, két Nobel-díjas amerikai közgazdászról van szó, magyarul
Balekhalásza címen adták ki, Fishing for Fools, ugye ez az eredeti címe, ami a nyersen fordítanák le, azt jelenti, hogy halászat hülyékre. Igen. És azért abban ők, egyébként ez nagyjából úgy 2008 tájékán jelent meg, uh-huh. talán valamivel már előtte, és pont ezt a mechanizmust írják le, amit tulajdonképpen még csak nem is az elmúlt 100 évben, mondjuk az amerikai, mert a Fedet 1913-ban hozták létre, igen. tehát nagyjából onnantól már beszélhetünk az amerikai birodalom évszázadáról, hanem ez már a holland tulip, amikor Hollandia a világ nagyjából egy 80 évig, Hollandia a világbirodalom, bármilyen furcsán is hangzik, és a tulipánmániában abszolút ugyanaz ismétlődik most már lassan 400 éve, tehát hogy valami assetsnek, tehát valamilyen vagyontárgynak, ez lehet ingatlan, lehet részvény, és a jelek szerint lehetett egy tulipánhagyma is, egy különleges tulipánhagyma, tehát az ember ilyenkor azt mondja, hogy tök mindegy, valami, amiről elhiszik, el akarják hinni, mert ugye erről beszéltünk a forint stabilizáló kapcsán. Vagy elhitetik velük, mert hát azért ma már a globális valóságipari művekként üzemeltetett globális média bármit el tud hitetni a hamis valóságok ketreceibe. De ezek szerint a 17. millió. Században is működött. Persze, tehát ez legalább 400 éve, a papírunk van róla, hogy legalább 400 éve sokat működik. Viszont ez azt jelenti, de. Így van, tehát hogy 400 éve működik az a mechanizmus, hogy fú, mindenkinek felcsillan a szeme, hogy ajaj, most az elmúlt néhány hétben hetente megkétszerűződött valaminek az ára, például mondjuk a tulipán, hogy anyukám, vegyünk mi, az is hülye, aki nem vesz, és ha ilyenkor ráadásul jótékonyan nullára viszed a kamatokat, és még biztatod is, hogy, és nem is fogjuk olyan nagyon vizsgálni, hogy ténylegesen hitelképes vagy-e, akkor ezzel ez a szószoros értelemben olajat önteni a tűzre, és 2005 és 2007 között pontosan ez történt, és nyilván ez volt az alapja ennek a válságnak. Tehát azért emögött egy rendkívül masszív összeesküvés elmélet ide vagy oda, emögött egy masszív hatalmi számítás húzódik meg, halászat hülyékre. Tehát akkor nem strukturális hiba, halászat, hanem ez egy én legalábbis úgy látom, nem generált. Strukturális, nem, ezt azok a pénzhatalmi, hát igen, ami abban a filmben is, ugye, amit az Imre említett, a filmben meg is jelenik, és éppen ezért szerintem eleve abból kellene kiindulnunk, hogy amit gazdaságnak látunk ma már a globális kapitalizmus világában, az mindig hatalomgazdaság. Tehát igenis van egy rejtett hatalom szerkezete ennek a másképp elég nehéz lenne kinek elképzelni. Kinek az érdeke? Kébredezt? És ez a hatalom, nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem feltétlenül gonoszságból, de cinizmusból és gátlástalanságból adódhat az, hogy jó, egy kicsi szívnak, de mondja, jó, néhány százmillió ember egy kicsi szív, de hát Istenem, ilyen az élet. Vagy egyébként Milton Friedman, szintén egy Nobel-díjas amerikai közgazdász, amikor 73-ban egy vita hevében azt válaszolta valaki, egyébként nagyon érdekes, hogy arról érdeklődött a kérdező, hogy ez a CSR, tehát a ugye corporate social responsibility, ami akkor lett nagyon divatos, hogy nem, hát azért a globális tőke az jóságos, és azért a szociálisan érzékeny, meg ökológiailag is érzékeny, és erre a Nobel-díjas Milton Friedman azt mondta, hogy gyerekek, ez úgy hülyeség, ahogy van, mert hogy the business of the business is the business, mondta ki, és azonnal a szállóigévé is vált, vagyis ez úgy hülyeség, ahogy van, ha vállalkozó vagy, akkor csak egyetlen cél lebegjen a szemed előtt, hogy minél nagyobb legyen a profitod, és nem kell semmiféle korlátozó tényezőt hozzátenni, ami jópofán hangzik, the business of the business is the business, tehát ráadásul szójátékként is kiváló, csak az a probléma, hogyha a tőkét soha semmiben semmi nem akadályozza meg, hogy bármilyen döntést hozzon annak érdekében, hogy a profitja növekedjen, ez viszonylag könnyű kiszámítani, a világ pusztulásával jár együtt. Természetesen nem ez a helyzet, mindenütt léteznek ellenőrző, szigorú ellenőrző SEC, ugye ez akitől mindenki retteg, mert milliárd dolláros büntetéseket tud kiszabni, sőt nem is tudom, 10-20 milliárd dolláros büntetéseket is kiszabtak már nagy társaságokra. Tehát próbál rendet tenni, de a jelek szerint, ha ez
ez a mechanizmus, tehát ez a lélektani mechanizmus 400 éve ismétlődik, hogy fú, akkor egy kicsit etessük már be az embereket azzal, hogy valaminek megy fel az ára, vigyük nullára a kamatokat, könnyítsük meg, hogy valaki hitelt vegyen fel annak érdekében, tehát pénzért vásároljon, hitelbe pénzt, mert végül is ez történik, és közben ez higgy el, hogy ez jó dolog, és nyertesként fogok, ez a tipikus pilótajáték, hogy nyertesként fogok kikerülni belőle, és tényleg nyer a felső 1%, a 99% meg szív folyamatosan 400 éve. Ez a probléma, hogy a pénz vált a termékké, és ugye ráadásul akkor, amikor ugye beszélünk a klímaerkölcsről, a klímatudatosságról, arról, hogy a fenntartható fejlődést kell megvalósítani, ami mellett azért ott van a gazdasági növekedés állandó igénye, ami nem biztos, hogy egyenlő a fenntartható fejlődéssel, vagy pariba hozható azzal, mindeközben tényleg azt látjuk, hogy elkezdtek a pénzzel kereskedni. Tehát itt a pénzt vásárolnak pénzért, ami a gazdaság a virtuális irányba való elmozdulását eredményezi. Itt én azért örülök, hogy most ilyen okos emberekkel ülünk itt, mert ugye előtárnék egy olyan új gondolatot, ami motoszkál bennem most már egy-két éve, hogy az elmúlt 4-6 évben... Tessék, egy vitaindító gondolat. Egy új struktúra, ez egész világgazdasági válság, vagy világgazdaság egy struktúraváltáson megy keresztül. Azelőtt még az oligarchák is a piacon keresték a pénzüket, és egy Bill Gatesnek mondjuk meg kellett küzdeni a szoftverével, még akkor is, ha nagy volt a támogatottsága, a vállalatok kegyeiért. Olyan sok pénz kumulálódott, egy bizonyos rétegnek volt lehetősége arra, hogy az államokat adósság csapdába hajtsa, odaadta nekik, mindenképpen hitelt kellett fölvenni. Kinek volt lehetősége? Mindegy, ezt ugye nem tudjuk, hogy pontosan kik állnak amögött, mert mindig van valami entitás előttük, hogy ez Világbank, vagy valami, de voltak kijáró fiúk, és mindig voltak kollaboránsok. Most a Deep State-ről beszélsz, a mély állam? Igen, és itt is voltak kollaboránsok, ugye, mert a 73-as ugye eladósításunk, az is kellettek hozzá a fehérek és a feketék, vagy nem akarok, ugye mindenki tudja, hogy kiről beszélek. Tehát a lényege az, hogy akkor odaadták a hitelt, mindenképpen föl kellett venni, majd árfolyam különbözet és kamatban embertelen pénzeket szivattyúztak ki, de arra költötted, amire akartad. Viszont kialakult most egy új piac az elmúlt pár évben. A gyógyszeripari piacnak a mintájára. A gyógyszeripar eleve már az államokat szivornyázza, ugye, tehát mi befizetünk egy kicsit, de az állammal egyezik, mert rögtön állami pénzt tud bezsebelni. Hát a Covid-válság ezt azért elég jól. Erre rájött ugye a fegyveripar, az előtt is volt, de mivel túl hosszú ideig volt béke, meg innen valamit kellett tenni. Ugye erre rájött a Covid, ugye erre rájött a zöld, tehát olyasmi erőszakot követnek el, hogy minden, például a zöld ügyben is, mindenki nagyjából, akiket felsoroltam, mindenki az állami költségvetések 2-3%-ára lő, hogy azt ő magának kihasítsa ebből. Tehát egy olyasmi piac indult el, hogy már nem az emberek kegyeiért, nem a vállalatok kegyeiért, hanem az államokat közvetlenül úgy szívják le, hogy nem odaadják a hitelt, és azt mondják, hogy költsd, amire akarod, csak add vissza mindenképpen, hanem egyből meg is mondják, hogy mire kell elköltenie. Beteszik a hitelt, és zöldre kell elkölteni. Beteszik a hitelt, és ugye mondjuk fegyverkezésre kell, mert amikor azt mondják, hogy... Ez második világháborúban létezett a haszonmérleti szerződés. Hogy a fenntarthatóság például a feltételek között, amivel a bankokat most ugye sakban tartják, hogy nekik a fenntarthatósági feltételeket be kell tartani, például ott van a béke. Na, nagyon jól hangzik, csak például a fegyvereket gyártasz az oroszok ellen, az egészen biztosan a békéért van, ugye, tehát mennyire cinikus ez, ugye, tehát, hogy ez a béke képnek a fenntartása. Na most a lényege ennek az, hogy megváltozott ez a mechanizmus, és az államoktól közvetlenül meg is mondják, hogy mire jön ki a pénz, és a bankrendszer azért egy fontos dolog ebben, mert ő is sorba áll ugyanebben, tehát ő sorba áll állami pénzekért. Ahhoz, hogy behajtsák a hülyéket a halászatba, ahhoz nagyon hosszú ideig, 4-5-6 évig is, ő alacsonyan kell tartsa a kamatokat, addig éhezik a bankrendszer. És egyszer csak azt mondja a bankrendszer, hogy én éheztem eleget, most én jövök, hogy az államtól megkapjam a pénzem, vegyél fel hitelt, állam, akár magyar, akár angol, akár német, akár ki, és add ide, most aztán tényleg én jövök, ugye? És el kell ezt kezdeni, ezt a játékot, mert ha nem, beelőznek a zöldek, beelőznek a gyógyszer, megint jön a pandémia, akkor arra kell költeni, és ha nem lesz, az gáz. Most a szünet van,
valamire lehet, akkor most kell azt mondani a pénzügyi szektornak, hogy engem konszolidálj, mert eleget tartottam alacsonyan ahhoz, hogy az emberek elkezdjék belendíteni arra az előző 5-6-8 évre. Ugye, és most ez csak egy olyan gondolatmenet, amiben azt hiszem, hogy van ráció, és azért tárom ide elétek, hogy milyen érdekesen látom én ezt a dolgot kívülről, hogy milyen változás az utóbbi 4-5 évnek az új gazdasági, világgazdasági mechanizmus, ami azelőtt nem így volt. Na hát most szerintem az Imre, bár lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, kimondva kimondatlanul, inkább kimondatlanul, de mégiscsak azt mondta, hogy akkor foglalkozunk egy picit Ursula von der Leyen SMS-eivel, és foglalkozunk egy picit Hunter Bidennek az ukrajnai dolgaival, még hogyha nem is kötjük, és nem tudjuk ezt a problémát megoldani, de itt azért valóban, mintha az utóbbi időben a nagy politikai szervezetek, legyenek azok államok vagy szövetségek, azokban valóban megjelentek olyan gazdasági elemek, amelyek... Olyasmi szituációkat generálnak, hogy a magánemberek tömegeit kell megijeszteni. Pandémia, háború, banki válság, amire kiváló a világháló, legitimációt kapjon a politikum bármennyi pénz felvételére és bármennyi pénz odaadására. Mert ugye a politikusokat mi számon kérünk, hogy a mi pénzünket de adod. A politikum... De minden ilyen ügyben ő legitim... Adod, csak ne legyen bajom. Van egy lélektani fogalom erre, ez a learn helplessness. Tehát ugye, hogy megtanult, hogy teljesen kilátástalan, igen, tökéletesen kiszolgáltatott, vagy ugye nehéz magyarra pontosan fordítani, de és ez egy mechanizmus, tehát ezt legalább 20 éve szisztematikusan használják, hogy tanuld meg, hogy tökéletesen kiszolgál, hogy semmiféle esélyed nincs ezzel a láthatatlan, nem létező, a saját létét is tagadó erővel. Egyébként csak az előző kérdésedhez vissza, ugye ma teljesen elfogadjuk azt a logikát, hogy tehát háború van, háború tört ki, a háború nyomán jogos szankciók tömege lépett életbe, ami az elmúlt 60 év legbrutálisabb változását hozta, hiszen 6 hónap alatt lebontották azt, amit előtte 60 év alatt felépült. Hát azért ne felejtsük el a Great Lockdown-t előtte, tehát ez rendszert, a lezárás, persze, a nagy lezárás. És az is így van, és a logikailag, tehát ugye háború, előtte a Covid, tehát a Covid, háború, tehát szörnyűségek történnek, vagy szankciók, és infláció. Tehát az egyik logikai ív, hogy tehát háború, szankciók, infláció. De van egy másik logikai ív, amelyik azt mondja, hogy a kiinduló pont az infláció. Gyerekek, el kell inflálni azt a kb. 300 ezer milliárd dollárnyi levegőpénzt, ami mondjuk az elmúlt 12 évben, tehát nagyjából 2010 meg 2022 között felépült a tőzsdéken. Hát azért ez egy vicc, hogy kb. 3-szor olyan gyorsan emelkedett az S&P, tehát ugye a részvény árfolyam, vagy inkább 5-ször olyan gyorsan, mint a tényleges GDP. Hát ezt azért mindenki tudta, hogy a 3-szor, 5-ször olyan gyorsan emelkednek 12 éven keresztül a részvény árak, mint ahogy a tényleges gazdasági teljesítmény, akkor itt azért valami nincs rendben, ezt mindenki tudta is, csak mindenki arra számított, hogy majd valaki más fizeti meg ennek az árát, de a döntő többség nyilván csak vesztes lehet ennek az egésznek. Tehát mi van akkor, hogyha a logikai sorrend pont fordít? A legfontosabb cél az, hogy legyen már végre tartós és magas infláció, mert akkor tudom ezt a levegőpénzt az egész világra ráengedni, mert egyébként rászakadna, ha összeomlik a tőzsde, már pedig összeomlott volna, akkor az az amerikai felső középosztályra szakad rá, ami nyilván hatalomgazdaságilag életveszélyes, és ezért az elsődleges cél volt, tehát pont fordítva, nem arról van szó, hogy háború, majd szankciók, és ennek nyomán infláció, hanem nem, inflációt akarunk, gyerekek, mondta a hatalomgazdaság. Na jó, de inflációt csak úgy lehet, ha szétverem a rendszer, bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot, tehát szankciók ellenek. Ja, de szankciót meg csak úgy lehet, hát ki kéne robbantani valami háborút, robbantsunk már ki. Nem állítom, hogy ebben igazam van, csak érdemes elgondolkodni, hogy lehet, hogy pont fordítva van, mint ahogy egy nem először fordulna elő az elmúlt évtizedek történet, hogy ami lejátszódik, az csak egy színjáték, és ami a valóság, az meg pontosan fordítva működik, mint amit a színjáték sugall számunkra. Gondolkodjunk el, István. Nagyon érdekes felvetések, eléggé erős felvetések is vannak közöttünk. Nekem is nem kell a hallottaknak egy részét.
úgy tűnik, hogy szerintem egy nagyon bonyolult rendszerben vagyunk. Tehát nyilván szóba kerültek a hatalmas multik, valóban ezeknek a globális cégeknek jóval nagyobb hatalmuk van, mint ahogy a világgazdaság is globálisabb, nominális értékben jóval nagyobb gazdaságról beszélünk, mint 30 évvel ezelőtt. Ennek a globális gazdasági rendszernek a haszonélvezői, a csúcs szereplői biztos, hogy jóval erősebbek. Úgy tűnik, hogy a politika, a kapitalizmus is elment egy olyan irányba, a gondoskodó állam irányába, kicsit, hogy ti már nem vagytok magatokról képesek gondoskodni, vagy kényelmesebb, hogyha mi gondoskodunk rólatok. A gondoskodáshoz viszont pénz kell, pénzosztás, pénznyomtatás. Ez azt jelenti, hogy a hatalom, az állam is egyre nagyobb pénzek fölött diszponál. Nyilván itt, ahogy szóba kerültek a lobbycsoportok, hogy akkor ebből a pénzből kiknek jusson megrendelés, hogy ez a Pfizer legyen, ez a gyógyszerlobby legyen, ez a banklobby legyen, vagy más-más csoportok. És azért közben ott vannak a tömegek, mert egy demokráciában élünk, ahol a végén a választópolgárok szavaznak. És Amerikában ugye nem Bernie Sanders, nem a szocialista vagy szocialista-kommunista víziót elképzelő jelöltet szavazták meg elnöktek, hanem olyan elnököket választottak, akik a kapitalizmusban gondolkodnak továbbra is. A népnek ugye... Ha még emlékeznek. És vagy ha még inkább visszamenjünk az időben, ugye a kenyér meg a cirkusz. Tehát a birodalomban a kenyeret és a cirkuszt fenn kell tartani. Tehát, hogy valamilyen módon együtt zsonglőködnek ezekkel a dolgokkal, hogy a tömegeknek azért ott legyen a kenyér és a cirkusz. Nyilván aki nagyon mohó és megy előre, és nyilván nála van a pénz és a hatalom, ő továbbra is érvényesíteni fogja a lobby erejét, és valamilyen módon a politikusok is haszonélvezői, terelői egyes csoportokat elnyomnak, egyes csoportokat felemelnek, vagy éppen őket nyomják el. Tehát én egy viszonylag bonyolult játékot látok jelenleg, ahol nem, számomra legalábbis nem teljesen egyértelmű, hogy ezt most egy szűk klik vezéreli innen vagy onnan, de mindenképpen egy nagyon izgalmas dolog és nagyon érdekes gondolatok. Beszélhetünk még egyáltalán kapitalizmusról és demokráciáról, és nem kellene leváltani egyfajta nyelvújítás lobbitokráciára? Szerintem jó úton megyünk abba az irányba, hogy ezek a kérdések is felmerüljenek. Nekem most itt hallgatva a többieket, az eredeti kérdés jutott eszembe, vagy oda csatolnék vissza, hogy van-e a gazdaságnak, vagy a társadalomnak lelke? És van-e a társadalomnak önvédelmi képessége? És én azt látom, hogy mi itt Közép-Európában, Európa nyugati részéről figyelve, a keleti periférián, ezek az átmeneti társadalmak, a rendszerváltozás óta egy nagyon különleges helyzetben vagyunk, amikor megkérdőjeleződik nem csak az, hogy a társadalomnak lehet-e önvédelmi képessége, de az is megkérdőjeleződik, hogy adott esetben az adott ország gazdaságpolitikája az annak mekkora a mozgástere. Itt arra gondolok, hogy ideológiák egész sora ostromol bennünket. Gondoljunk csak ugye a 90-es évek elejére, amikor az úgynevezett washingtoni konszenzusnak megfelelően kívülről megmondták nekünk, meg akarták mondani, és meg is mondták, és meg is találták azokat a kollaboránsokat, akik annak megfelelően liberalizáltak, deregularizáltak és privatizáltak. És hova lett az ígéret, hova lett az ígéret, ami azt ígérte, hogy ennek következtében belátható időn belül ezt azért kell megtennünk, hogy fölzárkózzunk azokhoz, akik előttünk járnak ezen az úton. És azt láthattuk, hogy igazából a különbség, a felzárkózás az de nem igazán működött. De illúziókkal kereskedtek, Lorent, illúziókkal kereskedtek. Pontosan, de ez van ma is. Ez van ma is. Hát mikor arról beszélünk, hogy klímavédelem, hogy zöld gazdaság, tehát mit látunk e mögött? Hát azt látjuk, hogy nem csak a nemzetállamok, de most már Európa is abban a helyzetben lavírozta magát, vagy önként, vagy külső nyomásra, ez megint szerintem egy fontos kérdés, hogy annak az ideológia vezérelt gazdasági gondolkodásnak kapcsolhatóan, ami a zöldítést helyezi az előtérbe, ennek következtében Európa folyamatosan veszít a világ hatalmi súlyából és a világgazdaságból való részesedéséből. És van még elnézést, egy nagyon lényeges szempont, abszolút hozzácsatlakozva, tehát ezt a gondolatmenetet folytatva, hogy a gázvezeték felrobbantása mint szimbolikus akció, ami
tök mindegy, hogy kihajtotta végre, de hogy amerikai birodalmi stratégiai célokat szolgál, ez teljesen egyértelmű. De Németország úgy tűnik, hogy saját fejét dugta a gilotin alá, amikor arról döntött, hogy az atomerőműveit bezárja. Azzal is, de ezzel, tehát a gázvezetékre, ezzel szimbolikusan azt jelezte a birodalom, hogy az a 33 év, tehát a rendszerváltások rendszere, neve sincs neki, ez a poszt-poszt Jalta, vagy nem tudom, az elmúlt 33 évnek ez véget ért. Tehát a rendszerváltások rendszerének korszaka, mert azért ezt nagyon fontos rögzíteni, pont abból adódóan, amit elmondtál, hogy ez a elmúlt 33 év, ez a német-orosz békés, kölcsönös előnyökön nyugvó társadalmi-gazdasági békére és együttműködésre épült. Bárki bármit mond, a közbülső, a köztes európai országok, még akkor is, hogyha a lengyelek persze közben is szívből utálták a németeket is, meg az oroszokat is, de attól még legyünk őszinték, mindenkinek kedvező pozíció volt ez a közvetítő. Tehát az, hogy fölöttünk ott van a német-orosz együttműködés, és a köztes Európa országai pedig alapvetően, hát legalábbis ha ezt jól használták ki, haszonélvezői lehettek ennek. Igen, de ezt most a birodalom romba döntötte. Tehát a gázvezeték lerombolása azt jelzi, hogy ennek vége, és ebből a szempontból azért is érdemes végiggondolnunk, és két perc ezek szerint a rendszerváltások rendszere, a rendszerváltások rendszere is összeomlott. Tehát összeomlott az alapvető pillér, ezzel csak... Igen, ezt abszolút egyetértek, csak azt gondolom, hogy azért köztes európai vagy közép-európai szempontból a német és orosz birodalom között elhelyezkedve. Persze tudjuk, hogy az elmúlt 30 évben a gazdaságunk az úgy működött, hogy nagyon nagy mértékben függünk Németországtól, amire azt mondom, hogy sajnos, lehet, hogy lehetett volna másképp. Hát meg Oroszországtól. Oroszországtól energiába, itt meg technológiába. De lehet, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és talán a közeljövőben lesz is rá lehetőség, hogy a köztes európai országok közötti együttműködést pragmatikus alapon szorosabbra fűzni. Egy percünk van. Ebben az illúzióktól terhelt világban mind a kettőtök szól. Lehet még pragmatizmusról beszélni, István? Én azt gondolom, hogy mindenképpen van pragmatizmus. Nyilván ez egy bonyolult szinten jelenik meg. Én szerintem még létezik szerencsére. Én az igazságkeresésben hiszek, és egyre nagyobb erőfeszítés a sok-sok információ között igazságszikrákból összerakni egy 45-50-55%-osat, de azt muszáj nekünk állandóan tenni, hogy ha egyszer dönteni lehet, akkor döntsünk jól, ha egyszer lehet dönteni. Ez egy folyamatosan változó, véget nem érő történet, folytatjuk ezt a beszélgetést hamarosan, köszönöm, hogy itt voltatok. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő műsorában az Amerikai Egyesült Államok demokrácia exportjáról fogunk beszélgetni, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!